A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely megvédi a gyermekeinket az LMBTQ propagandával szemben. A Mi Hazánk megállt parancsolna az LMBTQ lobby iskolai terjesztésének is, hiszen korábban határozati javaslatban kezdeményeztem azt, hogy ne lehessen az iskolákban ilyen tartalmú propagandát folytatni, azonban az álnemzeti fideszes képviselők sem támogatták ezt a javaslatomat. Abban is hazudott a kormány, hogy megakadályozzák ennek az aberrált csoportnak a legnagyobb rendezvényét, az úgynevezett Pride-ot. Ellenzékben még azt ígérték, hogy betiltják ezt, ám 11 évnyi kétharmados kormányzás sem volt elég nekik ehhez. A Mi Hazánk egy frappáns megoldással megoldotta mindezt, idén nem fognak tudni vonulni az legszimbolikusabb Andrássy úton, Balcsy-Zsilinszky úton és a Deák Ferenc térről is sikerült kiszorítanunk őket, amit a szervezők egyébként egész egyszerűen a Pride ellehetetlenülésének neveztek. Így Karácsony Gergely félárbócra eresztheti a szivárványos zászlaját a Városházán. A mesekönyvekben rejtett provokáció ellen sem lép fel a kormányzat, ami különösen felháborító, pedig az Egyesült Államok és Nagy-Britannia példája intőjelként kellene, hogy szolgáljon Magyarország számára. A gyerekek elé tárt minták igenis befolyásolják ugyanis a viselkedésüket, ahogy az általam előbb említett két ország esetében ez egyértelműen kimutatható. Ahogy a tévésorozatokban egyre több LMBTQ szereplő jelent meg, úgy nőtt a magukat ezek közé sorolók száma is, elsősorban a 10 évesek, tehát a leginkább befolyásolható korosztály esetében, ahol volt olyan, hogy el is érte a 8%-ot, 41%-os emelkedést mutatva. Hangsúlyoznom kell azt is, ami leginkább vita tárgya szokott lenni, hogy több magyar és külföldi tudós is rávilágított arra, hogy a homoszexualitás esetében a genetikai háttér megléte az fokozott hajlamot és nem végzetet jelent, tehát a környezetnek igenis van befolyásoló szerepe. Mindezen tények miatt a Mi Hazánk szerint radikális beavatkozásra van szükség az LMBTQ propagandával szemben, amely évről évre nagyobb teret hódít magának hazánkban is, és ezért küzdünk ezzel az agresszív nyomulás ellen, ennek visszaszorításáért, mert most még meg lehet állítani az agymosást Magyarországon, néhány év múlva viszont már késő lesz. Nem fogadjuk el a balliberálisok támogató politikáját, és nem fogadjuk el a kormány tűrő politikáját sem. Tiltást szorgalmazunk, például a Pride esetében is. Most pedig elérkezett az ideje annak, hogy módosítsuk a gyermekvédelmi törvényt. Ezt kezdeményezem, ami biztosítja a gyermekek jogát ahhoz, hogy védelmet élvezzenek az érzelmi fejlődésüket befolyásolni törekvő, a születési nemtől eltérő nemi szerepek bemutatását célzó médiatartalmak, reklám és egyéb kiadványok megismerésének hátrányos hatásaitól. Ezzel ellehetetlenítenénk tehát minden olyan kiadványt, amely a biológiai törvényszerűségektől eltérő irányba próbálja befolyásolni a gyermekeinket. Ezt a törvényjavaslatot nyújtom be az országgyűlésnek, ezzel új lehetőséget adok a kormányzati politikusoknak is, a kormánypárti képviselőknek, hogy ha már az iskolai propaganda tiltását célzó javaslatomat nem támogatták, most egy ennél szélesebb körű, a gyermekeinket szélesebb körben védő javaslattal javíthatják ezt a hibájukat.